27-szer akkora vagyona van, mint Cristiano Ronaldónak. 33-szor annyi pénze van, mint Lionel Messinek. Sőt, még Neymarnál is 50-szer gazdagabb. Tudjátok, hogy kiről van szó? Ő a világ leggazdagabb futballistája. Ennek ellenére biztosak vagyunk abban, hogy kevesen hallottatok róla. Nem gondolnátok, de a világ legtehetősebb labdarúgója csupán 22 éves. Faik Jeffrey Bolkiá érdekes módon Los Angelesben látta meg a napvilágot. Ő brunei állampolgár is jelenleg a Maritimo csapatát erősíti. 2016-tól 2020-ig tagja volt a Leicester City csapatának, ám sajnos egyszer sem lépett pályára az angol csapatban. Habár tagja volt korábban a Chelsea, valamint a Southampton utánpótlás csapatának is, a remek alapok ellenére sohasem lépett még pályára a klubszinten a felnőttek között. Tehát lényegében semmi köze a labdarúgáshoz annak, hogy ő a legvagyonosabb focista a világon. Mindezt annak köszönheti, hogy egy befolyásos család tagja. Ő a brunei szultán unokaöccse. A futballista óriási vagyonnal rendelkezik, a becsült nettó vagyona eléri a 20 milliárd amerikai dollárt. Faik Bolkiá az extravagáns, hóbortos Jeffrey herceg fia. Hogy miért kapta ezt a jelzőt? Ez az úriember több mint 15 milliárd dollárt költött el az eddigi élete során. Ezen kívül Jeffrey herceg tulajdonában van több mint 2300 luxusautó, 8 Boeing repülőgép, 5 jacht, 500 ház és több palota is. És ez még nem minden. 17 millió dollárt költött el egy privát Michael Jackson koncert megrendezésére. Mindez csak azért, hogy lenyűgözze az akkor csupán 7 éves kisfiát. Viszont Faik szenvedélye teljesen más, mint az édesapjáé. Az ő álma az, hogy egyszer remek labdarúgóvá váljon. A középpályásnak egyébként annyi pénze van, hogy vehetne magának egy futballklubot, ahol azokkal a játékosokkal játszhatna, akikkel csak akar. Ám ő nem így cselekedett. Elhatározta, hogy kemény munkával fogja elérni karrierje legnagyobb sikereit. Kisgyerekkorom óta futballozom, és mindig imádtam a pályán lenni és rúgni a lasztit. A szüleim mindvégig segítettek abban, hogy megvalósítsam az álmom, hogy profilabdarúgó legyek. Elképesztően keményen kell edzeni ahhoz, hogy meglegyen az a csekély esély, hogy világklasszis játékos válhasson belőled. Jelenleg még nem adatott meg neki az, hogy profi labdarúgó mérkőzést játszhasson klubszinten. Csupán 5 meccs jutott neki a brunei válogatottban, ahol az első gólját is megszerezte. Érdekességképpen meg kell, hogy jegyezzük, hogy ő a kapitánya a nemzeti csapatának, annak ellenére, hogy kevés rutinnal rendelkezik. Ebben nagy eséllyel közrejátszhat a családja befolyása. A középpályás továbbra is keményen dolgozik azért, hogy elérje az álmát, hogy egy nap majd akár egy topligában is pályára léphessen. Faik még mindig nagyon fiatal és nagyszerű jövő előtt állhat. Általában a foci egy esély a szegény játékosok számára, hogy felfigyeljenek a tehetségükre, ami egy kiutat jelentett a nehéz körülményekből. Ám Faik Bolkiá pont az ellenkező anyagi helyzetből indult. Gazdagnak született, és meg akarja valósítani élete legnagyobb álmát, hogy világklasszis játékos legyen. Szerintetek befut valaha a világ leggazdagabb játékosa? Ti mit csinálnátok, ha a helyében lennétek? A válaszotokat írjátok le kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!